Az emlékülés a magyar és a székely himnusz eléneklésével kezdődött, ezután több előadást hallhatott a közönség, amelyek fő célja a nemzeti identitás erősítése volt. Kalmár Ferenc, az esemény főszervezője kiemelte, a székely himnusz a szózat és a himnusz mellett a magyarság himnuszává vált mára, amely már beépült a magyar identitásba is. Mihalik Kálmán, aki a zeneszerző a székely himnusznak, Szegeden élt és dolgozott, miután a Kolozsvári Egyetemmel átjött Szegedre, hiszen Trianon miatt a Kolozsvári Egyetem átköltözött Szegedre, és úgy hozta a sors, hogy itt halt meg. Ezért úgy gondoltuk, és összeállítottunk egy szervezőbizottságot, hogy itt kell megünnepelni, és itt kell megcsinálni azt az országos megemlékező emlékülést, amely ezt a kérdést, ezt az eseményt felhozza a fő hírek közé, és erősíti a magyar identitást továbbra is. Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár a bukovinai székelyekről tartott előadást, amelyben hangsúlyozta, ez a népcsoport a megélt viszontagságaival, történetével és helytállásával példát mutathat a nehéz helyzetben lévő magyar nemzetrészeknek is. Ma már egységes magyar nemzetről tudunk beszélni, egységes Kárpát-medencéről, hogyha oktatásra, kultúrára, gazdaságra, vagy akár médiára gondolunk, sportra, hogyha gondolunk. Nyilván ezt az egységet meg kell őrizni, és a nemzeti identitást tovább kell erősíteni. Az eseményen Himnuszok a magyar közösségeink tudatában címmel tartott előadást Szili Katalin magyar miniszterelnöki megbízott, aki előadásában kiemelte, a 21. század globalizált és uniformizált Európájában a nemzetiségek sajátos jellegzetességei, értékei, mint például a himnuszok azok, amelyek tovább viszik és erősítik a nemzeti identitást és megteremtik a kohéziót. Az emlékülést a Szegedi Dóm látogatóközpontjának konferenciatermében tartották nagy érdeklődés mellett.